Jól ment ma ez a kis játék, labdákat szereztél, gólpasszokat adtál, gólokat lőttél, hogyan érezted magad az edzésen? Jól, hála Istennek, szerencsére nyert a csapatunk, szóval behúztuk ezt a mai edzést, reméljük, hogy ezt át tudjuk vinni majd a hétvégi debreceni mérkőzésre is. Ahol nagy szükség lenne gólokra, neked már van tapasztalatod a Debrecen elleni gólszerzésben, hiszen kétszer is betaláltál nekik, egyszer a haladás színeiben, egyszer pedig nálunk. Igen, hát remélem a hétvégi fordulóban sikerül betalálnom, és ezzel a góllal vagy gólokkal, gólpasszokkal segítsem a csapatot ahhoz, hogy elhozzuk Debrecenből a 3 pontot. Nagyon fontos lenne, hiszen itthon egy-egyet tudtunk játszani a Kecskemét ellen, szóval most úgy készülünk, hogy mindenképpen meg szeretnénk nyerni ezt az idegenbeli találkozót. A mester megdicsérte a Kecskemét elleni második félidőnket. Ez az, amiből táplálkozhatunk? Ez az, amire építhetünk? Egyértelmű, hogyha úgy játszottunk volna, a mester is azt mondta, hogyha úgy játszottunk volna az egész mérkőzésen, mint a másik féldőben, akkor azt is be tudtuk volna húzni. Reméljük, hogy a másik féldei iramot, meg agresszivitást, amit beleraktunk, azt át tudjuk vinni a Debrecen elleni mérkőzésbe, és az első perctől kezdve tudjuk ezt hozni, és akkor bízom benne, hogy meg tudjuk nyerni azt a találkozót.